25 éve született, Bárány Boldizsár író, ügyvéd, Katona József barátja. Tanulmányait Sopronban és Pesten folytatta. Jogi diplomája átvétele után szülőhelyén a Somogy megyei Gombai birtokán gazdálkodott. Pesti tanulmányai idején kapcsolatba került a korabeli színházi világgal. Színműveket írt és fordított. 1817-ben a Bánkbán első változatáról részletes bírálatot készített, amelyben helyeselte a tárgyválasztást, a határozott jellemrajzokat, de javításokra szóló tanácsokat is adott Katona Józsefnek, aki a dráma második kidolgozásában ezeket a javaslatokat fel is használta. Bárány Boldizsár jó barátságot ápolt Berzsenyi Dániellel, Döbrentei Gáborral és Frankenburg Adolffal is. Szenvedélyesen szerette a verseket, egyik költeménye a Helikonban is megjelent. Gombán hunyt el 1860. szeptember 25-én.